No. Akkor ez a templom 1300 mennyi? 1333 azt a leírás szerint. És húha. Itt van egy ilyen templomunk. Idáig nem tudtunk mit kezdeni, hogy nem, hogy minden vasárnap. Igen, télen van. Télen pedig van egy imaházunk, termünk. Egyéb is ide tartozott egyház kerületileg, igen. De látszik itt az ajtó, félfák, és ez a kőből van minden, tehát ez... Tehát ide Maros megyéből kibédről is, ide van egy olyan útunk is, hogy kibédült, itt kibédül. Jártak át a templomban, több település, hogy ide jártak. Sőt, van Szent István útja, amelyik hármas falu volt. Tehát valamikor szélzetesek is laktak itt, tehát vagy nem laktak, hanem künnep volt ilyen szélzetes hely. Van egy hely, egy dűlő név, barát dűlőnek hívják. Igen, igen, igen. Ott igen, ilyen barát szélzetesek. Ott nem jön be a hós, az eső? Hát, jön, jöveget. Ha látszik a falat. Ezek én minél hamarabb. És az a másik, hogy műemlék alatt van, nem lehet javítani se semmit így. Jó. Valánulta. Hát itt polgármester, azt mondtam, hogy akkor az arra lenne szükség, hogy minél hamarabb egy pályázatot rakjunk össze. Igen. Nekünk a műemlékes programunkra, hogy a dokument, az sok pénzbe fog kerülni, ez legalább 100 ellej. Nagyon. Ez minimum 100 ellej. Ezt a kismődi lakosok nem fogják tudni összegyűjteni. De most, hogyha ha lehet, akkor ezt le kéne tenni. A megyei tanács segít, és mi is hozzáteszünk a részünket, úgyhogy ez minél hamarabb. Az Orban 1836. Az aránylag újabb. Igen. Az. Jó. Úgyhogy így. Ez a harangláb, ez mikori vagy? Ez 1700. Igen. Az is. De jó bírja az magát. Hát ez, igen. Ez 97-ben volt felújítva. Igen. Ez a fiatalabb igazsikló, de 1600-as években van. Mondjuk ez volt felújítva. Igen, 97-ben volt utoljára abszolút újra zsindelve. Tehát legalább a zsindé is volt. Zsindé az rendben volt téve. Rendben volt téve, de most már látszik, hogy már az is meg kezd elavulni. No. Jó. No, hát akkor abban maradunk, hogy a dokumentációt le kéne tenni a kérést a megyei tanácshoz. És akkor tervezést fogjuk neki. Közösen. Hát itt nálatok megvan a tudás. Segítünk. Most már reméljük, hogy a fiatal tiszteletesülünk is megérkezik. Fogadtátok, vizsgáztattátok. Igen, tehát most már várjuk. Jó, és honnan jön? Mások folynak a parókián. De honnan jön a? Udvarhelyre. Melyik? Tehát ott segély lelkét volt Udvarhely. Kicsoda? Szombatfalán van egy. Na, őrvendjük. Van szilva. Itt jó pálinka főzik, nem? Most a parókiát is próbáljuk kicsit elkészíteni. Igen. Na hát akkor fogjunk neki.